Zagyva Gyulával beszélgetünk. Itt vagyunk a Kozma utcai börtön alatt, november 23-án este 11 órakor. A kérdésem az, hogy mióta tart ez az érségsztrájk? Most egy napja körülbelül egy napja. Már. És három napig? Három igen, napig 72 fokán. Órás figyelmeztető érségsztrájk. Figyelmeztető. Mit vár ettől a... Hát többek között ugye az, ami miatt megcsináltuk, az volt, hogy már több tüntetést csináltunk a Gyuriék kiért, és a média nem túlságosan hozta le ezeket a tüntetéseket, tehát nem értük el vele a kellő hatást, és úgy gondoltuk, hogy most kipróbálunk egy új alternatív eszközt is, és erre találtuk ezt a figyelmeztető érségsztrájkot, és én úgy gondolom, hogy már amennyi média ma érdeklődött is volt, kint interjúkat, riportokat csinálni, ezt természetesen egyébként kellőképpen ellenőriztük, tehát itt azért nem úgy volt, hogy garázdálkodott a média jobbra-balra, avval csinált interjút, akivel akart, hanem itt azért ezt kellőképpen kézbe tartottuk. És úgy gondolom, hogy most azért most már több üzenetet tudtunk átvinni a médiában ebben a éjségsztrájkkal a budaházi ügyben, mint az elmúlt egy évben. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben már elértünk egy eredményt, amit szeretünk volna, illetve azt is úgy gondolom, az is egy komoly eredmény lesz, hogyha megmutatjuk mondjuk a Fidesznek, hogy ugye igenis elszántak vagyunk ebben egyben az ügyben, és nem fogjuk feladni, és mondjuk a forradalmárokat, hogyha a forradalom történt a szavazófülkékben, akkor engedjék már ki végre a politikai foglyokat a fogvatartásukból. Amit nyilván nem vagyunk naívak, tehát tudjuk, hogy azért nem ennyire egyszerű a helyzet, de én ezt egy új dimenziónak gondolom, ezt az éjségsztrájkot, innentől kezdve másabb, tehát most új alternatív eszközöket fogunk folyamatosan most már bevetni ebben a kérdésben. Értem. Számít a nemzetközi visszhangra? Nemzetközi média is érdeklődött ma, tehát igen. És elméletileg a Morvai Krisztinával is tárgyaltunk, hogy itt nemzetközi vizekre, hogy visszük ezt az ügyet, tehát igen. Ők tisztában voltak azzal, hogy pontosan miről van szó, a külföldiek? Tisztában. Igen. Tehát akkor volt információ. Igen. Budaházi úr is sztrájkol benne. Igen, ő is, és a másik két politikai fogó is. Értem. Tehát ilyen sem volt még Magyarországon, hogy ő egyszerre a börtön benti részén és a falain kívül is. Értem. Összesen hányan? 64-en. Mint a 64 vármegye? Vagy pedig... Hát igen, így stílszerűen adta magát, hogy menjen. Menjen és meddig tart konkrétan? Ez kett hajnal három óráig. Én még megkérdezném, hogy az éjségsztrájkot azt ugye nem szó szerint szokás érteni, tehát itt folyadékfelvétel vagy ilyesmi van, mit nem inni, tehát gyümölcslésem? Csak vizet? Vizet és üres teát. És van esetleg valamilyen egészségügyi... Van orvos, igen, kint. Igen, tehát mert ez fontos. Tehát annál, aki esetleg majd szédülni fog, vagy jelzi, hogy rosszul van, az annak nyilván rögtön vércukormérés, megnézi az, tehát folyamatos orvosi felügyelet van. Azért ez nem játék azért, mert ugyan kaptunk olyan vádat, hogy most miért csak 72 óráig éjségsztrájkolunk, hogy ez nem olyan nagyon kemény. Hát ki lehet, természetesen ki lehet majd bírni, tehát három napos éjségsztrájkban még nem halt bele senki. De azért a sportérték azért meg lesz, mert azért nem egy fűtött szobában csináljuk, dolog, hanem azért itt azért mínusz fogva, tehát azért mínusz három, fagypont alatti hőmérsékleten csináljuk, tehát kint, kint is alszunk, kint éjszakázunk, tehát így, hogy azért nyilván a kalória felhasználás azért sokkal nagyobb mondjuk egy ilyen hidegben, tehát három napig azért kint fagyoskodunk, tehát így azért szerintem meg lesz a sportértéke is. Azt láttam, hogy ilyen jurtákban vannak ebbe hálózsákatomásától, és akkor ilyen hálózsákkal, gumimatrac, stb. A Fideszről beszéltünk. A Fidesznek mi a hozzáállása most a Budaházi Gyuri féle? Hova dugja a fejét? Ügyhöz? Tehát egyáltalán semmilyen? Semmilyen. Tehát se pro, se kontra? Semmilyen. Nem is beszélnek róla. Tehát még csak azt se mondják mondjuk az Orbán Viktor mondjuk a parlamentbe, hogy mondjuk a Budaházi... Mintha nem is létezne. Jogosan van börtönben, mert nem ad fel egy ilyen magas labdát, hanem totális elhallgatás. Holott most már az ő bíróságuk és az ő rendszerük tartja börtönben, és ahelyett, hogy kiengedték volna, inkább megszigorították most már a büntetési és az előzetes fogvatartásának a körülményeit. Értem.